És itt is vagyunk, megérkeztünk Firelink Shrine-ba. Gyorsan level up-oljunk egyet, mert anélkül elég nehézkes lesz a játék. Amit jó tudni a level up-ról. A strength-et erős fegyverekhez használjuk, amik lassan mozognak és nagyon ütnek. A dexterity-t könnyű fegyverekhez használjuk, úgymond, ami gyorsan mozog, de kicsit üt. Az intelligenciát varázslathoz, a fétet pedig csodák kezelésére. Én most, mivel 40-nél már keppel, és látjátok, az Air Weapon 1 nem nő semmit, szinte keppel, strength-re már nem fogok többet tenni, hanem dexterity-t növelek, hogy nagyobbat tudjak ütni, mivel nem szeretném a Dragon Bone Fist-et használni. Na most, az a srác, kis NPC elég kedves, egy darabig, ami meg nem őrül. Itt három humanity vár ránk, ami fontos, ami azért fontos eléggé, és hogyha erre jövünk, beszélünk Petrusszal. Lényegében letol minket, és elküld, hogy fuck you, nem akarok veled beszélni, de nem is számít. Még egyelőre, viszont visszatérünk hozzá, itt megint egy kis lélek, leginkább lélek található itt, viszont ha itt leesünk, és itt kijövünk, majd kigurulunk, a ládákban található különféle sok jóság, mint például Homeward Bone, akkor ha jól emlékszem ez Morningstar, és egy talizmán, igen, valamint itt Cracked Red Eye Orb található, ami online item, invaderni lehet vele emberkéket. Na most itt pedig Lloyd's talizmánok. Lényegében ennek az a lényege, hogy nem tudom az ellenfelünk healelni, hogyha ilyen nem megdobáltuk őket. Na most, amikor itt lemegyünk, ott azok a csontvázak fel fognak kelni. De nem baj, én azt mondom, hogy pakoljunk oda, viszont arra ügyelni kell, hogy ha most kezdjük a játékot, valószínűleg meg fog velük nyúlni a bajunk, mivel a csontvázak feltámadnak elméletileg, hogyha nem ütünk nála elég nagyot náluk. De mivel ez már NG plusz, itt már nem annyira vészes, és nem áll fent annyira a veszély, hogy könnyen megjönnek minket a csontvázak, viszont hogyha pyromancerek vagyunk, úgy indulunk, akkor... Yes? Ha pyromancerként indulunk, akkor sok esélyünk van arra, hogy megöljük őket. Képesek vagyunk a tűzlabdával megölni őket. Na most, ha erre lemegyünk, itt található lesz egy picike, cuki kis pajzs. Na. Ha verengedj át, meg fogok halni, nagyon ciki lesz. Nagyon ciki lesz, hogyha meghalok. Oktató videót akarok készíteni, és meghalok. Ó. Kardokat nem használunk. Ha nagyon szükséges, hogy kardot használjunk, akkor van egy Zweihänderem. Ami plusz 14-re fel van húzva, tehát... Azt fogom használni, hogyha kell. Itt még több csontváz. Csontváz tesó. Azért nem árt vigyázni velük. Nem árt vigyázni velük, mert ütnek legalábbis most így NG pluszba, de NG plusz és NG köszön a legnagyobb ugrás. Na most, hogyha nehézség szinten. Most, hogyha idejövünk, akkor itt bizony megszívjuk, mert egy hatalmas nagy csontváz vár ránk. De mi nem félünk, mert mi vagyunk Superman, és mindjárt meghalunk. Igazság szerint ezeket nem kell, sőt nem is nagyon ajánlott szerintem. Hopp, hopp, fuck, fuck, meghaltam. Bloodless. Szóval, mint ahogy azt mondtam, mondani akartam, nem szokás, és nem is nagyon ajánlott
megküzdeni velük. Így a játék elején. Valószínűleg én is ezt kellene csináljam. Még ezt így gyorsan mutatom nektek, hogy itt mi van, itt található megint egy kis lélek, csak egy pici. Tehát most én sem fogok velük megküzdeni, hanem simán túlmegyek rajtuk. Igazság szerint nem nehéz, sőt, nagyon könnyű túl szaladni rajtuk, csak vegyük fel gyorsan a lelkeinket. És... Cyhandel. Hatalmas nagy kard. Jéj, csontvászia. És itt megyünk tovább. Mi a fene? Mit csesztek erre? Itt pedig egy... Spear található. És ezzel a kukkert kivéve, ami kicsit lejjebb található. Ó, az egész család itt van. Ezzel körülbelül meg is van az, hogy mi található a temetőbe, abba a kis temetőbe. Idő még a kukker, de igazság szerint azt soha nem használja senki semmire. Legalábbis én soha nem használtam semmire. Itt pedig még egy kis adag lélek, csak jöztök? Ó! Nagy fiú! Nem baj, gyere! Nos! Ha... Beszéltünk ugye Petrusszal, még az előbb. Most akkor... Fog nekünk adni... What? Fog nekünk adni egy érmét. Semmi haszna nincs a játékban. Abszolút semmi. De kedves a srác, és ad. Adakozó. Itt viszont megtaláljuk a nekünk való cuccokat. Viszonylag 6 darab firebomb, ami nagyon jól tud jönni. Néha-néha egyes alkalmakkor, na most akkor lássam csak, hogy képes vagyok egy szintet lépni, mivel szeretnék. Nem. Kell még 10 pár ezer lélek, lássuk, van-e nálam valami. Winlelkét nem fogom felhasználni. Son of a Hero, tökéletes lesz. Nem érzem igazság szerint azt, hogy nagyon erős lennék. Még 300 damage-em sincs, szóval ezért level-up-olok, mint a veszett. És... átmegyek... No Humanity. Ja. Átmegyek ember alakba. Mivel egy ember vagyok. Én ember alakba akarok lenni. Ha jönnek PvP-zünk. Még gyorsan megmutatom nektek, hogy is kellene. Megszerezni Ring of Sacrifice-t. És utána befejeztük ezt az epizódot is. Gyere. Nester Perry! Yes! Fuck you! Hát ott a Perry-vel is. Alig szereztem. Alig tudtam 650 fölötti damage-eket adni, ezen át lehet ugrani, ezen át lehet szépen ugrani, sőt ajánlott. Igen, majd egyszer, egy szép napon a Perry-ről is fogok nektek Perry és Riposztról is fogok nektek oktató videót csinálni, talán. Ha képes leszek annyira jól csinálni, hogy működjön. Na most, egy kis lélek, innen pedig egyszerűen csak megindulunk, futunk, és az utolsó pillanatban ugrunk, és reménykedünk, hogy nem halunk meg. Aztán nagyon óvatosan végigmegyünk a hit szélén és Ring of Sacrifice. Ami jó, mert ha meghalunk,
Nem veszítjük el se a humanityt, se a lelkünket. És reménykedünk, hogy visszajutunk. Yes! Nos, hát egyetlen egy item maradt még, ami úgymond... Nem, kettő. Ami úgymond a Firelink Shine-hoz tartozik, bár... És nem tudok perizni, mert a lépcsőn vagyok. Bár ezt vitatnám, hogy... A következő item is... Idevaló lenne. Patkány nagyon nem harcol velünk, de hogyha beszorítjuk a sarokba, akkor muszáj lesz. Na most srácok, hát ennyi volt mára. Köszönöm szépen a figyelmet. Ne felejtsetek el kommentálni, lájkolni. Feliratkozzon, tetszettek a videók. És hamarosan találkozunk Undead Burg kincseivel.